Sziasztok, The Sims Allergist vagyok, ez pedig itt a Rex to Riches legújabb része. Az előző részben átjöttünk Jasmine-del, barátnőnkhöz, a születésnapi bulijára, és még ott a tortája, szóval fogalmam sincs, hogy elfújta-e, és mivel ki van kapcsolva az öregedés, lehet, hogy így nem is fog felnőni, de lehet, hogy most talán elfújja a gyertyát, nem tudom pontosan, és közben rájöttem, hogy ő valószínűleg egy egyedül álló anyuka, mert ők itt ketten a gyerekei, viszont ebbe az nem stimmel, hogy van egy ilyen házikója, és értem én, hogy két gyereke van, de nem tudom, hogy ők hol alszanak. Szóval biztosan ő alszik a kanapén, a gyerekek meg ott a hálószobába, vagy valami ilyesmi. Fogalmam sincs, el sem tudom képzelni, hogy jelnek ők itt együtt. Na de se baj, nekünk most fontosabb a saját dolgunk, bemutatkoztunk egy kicsit a kisgyerekeinek is, hogy építsük így a városi kapcsolatainkat. Aztán megyünk haza, és hát folytatjuk a pénzkeresést. Bemutatkoztál már neki? Nem. A pocakon még mindig korog, és még mindig náthás vagyok, ugyanis közvetlenül az előző rész után veszem fel ezt a részt, szóval ez ezért van. Ez melyik ház amúgy? Mi laktunk abban, ők meg akkor ezek szerint ebben a másikban. Itt a Spice Marketben nézzétek, ott a kis kunyhónk. Cuki. Cuki pici kunyhónk volt. Régi szép idők. Amúgy nem tudom, hogy miért lassult be most így a játék, szóval egy kicsit azért hezitáltam itt a további beszéddel, mert nem annyira akart mozogni a játék. Na. Menjünk. Várjatok, még nem megyünk haza. Először itt is learatjuk a posztereket a régi szép idők emlékére. Illetve körülnézünk, hogy van-e hógömb. Állandóan mondtátok, hogy a házam mellett van egy hógolyó, vagy hógolyó hógömb doboz, és hogy én azt sose látom, de én még mindig nem látom, hogy melyikről beszéltek, szóval itt nincs. Én itt se látok, tehát hogy így közvetlenül a házam mellett, vagy előtt. Az se egy olyan doboz, amiről esetleg posztert lehetne leszedni. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy melyikről beszéltek, mert ezek itt nem azok, az biztos. Úgyhogy én csak azt a hármat szoktam látni, az sem az. Vagy a régi ház mellett? Nem tudom, én itt se látok skacok, szóval fogalmam sincs, hogy melyik hógömbről beszéltek, amit nem veszek észre soha, szóval, hogyha ha akarjátok, akkor Facebookon küldjetek egy screenshotot róla, hogy hol találom, mert igazából itt szokott egy lenni ezen a részen, illetve itt emellett szoktak kirakni hógömböket, de én sehol máshol nem szoktam találni. Úgyhogy lehet, hogy én vagyok a hülye, de én tényleg nem találom. Na jó, menjünk haza. Itt már semmi dolgunk nincsen. Na, most, hogyha hazaértünk, gyorsan egy picit gondoskodok Kaylinnek a szükségleteiről. Nem, mint hogyha olyan rosszak lennének, de milyen állapotban vannak a ruhák, készen van egyébként? Hogy néztem meg múltkor? Clean, damp. Az még nedves. Akkor nem indítottam el a szárítást, pedig esküszöm elindítottam a szárítást. Mert a damp az még nedves, az nem jó, szóval még egyszer megszárítjuk, hátha. És olyan jól néz ki. Nézzétek. Majdnem azt mondanám, hogy élethű. Na, együnk valami finomat. A maradék kis tojásrántottát, ami van a hűtőszekrényben. Aztán akár festhetnénk is valamit, vagy összegyűjthetnénk itt is a posztereket.
Illetve hógömböket, hogyha vannak. Egy poszter. Két poszter. Mondjuk a Spice Marketnek az előnyére szóljon, hogy ott három poszter van. Bizony. Sokkal jobb pénzkeresési lehetőség. Lehet, hogy itt is nem veszek észre egy csomót amúgy, úgyhogy ez nem kizárt. Sajnos hógömböket most nem látok sehol. És Kélin lejött a pohár vizével és kajájával posztert szedni. Hát Kélin, ennyire azért nem volt sürgős, de leülhetsz majd oda a többiekhez enni. Jó, ezeket eladogatjuk. Egyébként ez például tök új, és még nem láttam. Kíváncsi vagyok, hogy a poszter... Jaj, de várjatok, a poszter gyűjteményt teljesítettük, vagy a hógömb gyűjteményt? Lehet, hogy a posztert. Valószínűleg a posztert teljesítettük, és a hógömb még hátra van, de egyébként ezt egyszerűen meg tudjuk nézni. Azokból nem találtunk semmit. Halakból találtunk 8-at. Igen, a posztert teljesítettük. Olyan szépek, nézzétek itt az összes poszter. Jól néznek ki. Illetve a hógömbből még 2 nincsen meg. Vagy igen, még 2 nincsen meg. De majd azt is megszerezzük. Ráadásul ez nem is egy ritka fajta. Ez egy kicsit ritkább. Na nem baj, meg lesznek majd. Ez mi? Ú, ez valószínűleg a Vampire's Game Pack-hez kapcsolódik, és lehet, hogy ezek mindig bővülni fognak majd a fajták, és akkor majd lesz állatos, meg mindenféle, de például a világító torony, mondjuk ez Willow Cricket írja. Na mindegy, ezen most nem fogunk filózni, inkább játszunk. Kéli lejött ide barátkozni. Ami nem baj, végül is azzal mindig problémája szokott lenni, hogy magányos. És hogy beszélgessünk egy kicsit itt az emberekkel. Elég rosszul nézel ki, haver. Lehet, hogy aludnod kéne. Idehányt. Ez durva volt. Ilyet még nem láttam Simektől amúgy, hogy csak úgy kidobják a tacsot. Nem. Kélinek, hogy milyen a fitness jártassága, mert annyit kocogtatom. Kocogtatom, ez egy jó szó. Simán magasan kell lennie. Ó, még csak 3-as szintű. Úgyhogy akár... Mi? Ilyenünk van. Jó, ezt majd elolvashatjuk, illetve gyakorolhatunk majd énekelni, mert az jól fog jönni. Később a karaoke partikra. És hogyha befejezte a kocogást, akkor valószínűleg újra termelődnek a poszterek, amiket megint learatunk és eladunk, és akkor egészen jól fogunk állni anyagilag. Szerintem kocog még, mert nem fáradtál el egyáltalán, szóval még bírni fogod. Na, kövessük. A szemetes környezet nem annyira tetszik neki. Azaz, Kénin. Jól nyomod. Oké, most egy kicsit még jobban meghajszoljuk. Miért tudsz ennyit kocogni? Nem kellett volna elfáradnia, vagy valami? De szétek már ezt a kocogást, hogy lehet így kocogni? Várjatok, egy kicsit lelassítom. Na, most van az, hogy feszegeti a határokat. Most nem olyan lassan fut, de az elején... Vagy hát amikor úgy begyorsítom, akkor olyan, mintha kb. Egy helyben futna. Vagy ilyen... Nem tudom, ilyen nagyon piciket lép. Olyan menőn nézel ki, Kélin. Kélin a kedvenc szímem az elmúlt X évben. Meg Hazel, őket nagyon-nagyon szeretem. Na, futás, futás. Ezt már egy kicsit rosszul lenni. Kaját azt biztos, hogy nem veszünk. Hanem hazamegyünk zuhanyozni.
és aludni. Aztán reggel lehet, hogy megint egy kis kocogással kezdjük a napot. Ú, de bűz lesz. Na, menj haza. Ez elég gyors volt. Mondjuk zuhanyozhatsz ide lent. Megnézzük, mi zuhan a kerteddel. Egyelőre nem tűnnek úgy, hogy rosszul vannak. Viszont lehet őket fejleszteni, illetve hát magasabb minőségűvé tenni. Úgyhogy ezt gyorsan megcsináljuk még alvás előtt. Egy kicsit még olyan üres ez a rész a házában. Tehát ez a nappali és erkély rész, de nem baj. Úgy látom, az alsó szomszédoknak sincs olyan sok cucc az erkélyén, úgyhogy ez talán nem lesz probléma. Meglepő módon, hogyha arra menjünk, hogy fejleszte a növényeket, akkor egy interakcióval kettőt fejleszt, és nem tudom, hogy miért pont kettőt, mert eddig idegesített mindenkit, hogy ennél mindig csak egyet fejleszt, viszont javították, hogy jó, akkor fejleszten kettőt, de miért nem az összes azonos típusút, vagy az egész kertet fejleszti föl ilyenkor, mint az összeset, amit lehet. Úgyhogy nem igazán értem ennek a logikáját, de semmi baj. Kérin még ne menj aludni, lehet, hogy végzett a mosógép, vagy hát a szárítógép. Na, lássuk. Ó, ez az tökéletes minőségű, úgyhogy elrakjuk. Aztán aludhatsz, ígérem. Jó. Már mehetsz is. Bár lehet, hogy előbb elküldelek mosdóba. Azt pedig majd reggel meg kell szerelned. Jó. Pörgessük fel egy kicsit az eseményeket. Itt nem tudom, hogy miért másmilyen a fal színe. Látjátok? Tök idegesítő. De így már nem, csak úgy. Engem nagyon zavar. Na de se baj. Na, lassan felébred a város. Taking a show? Jó, én? Nem. Nem megyünk a városba. Majd este elmehetnénk karaokézni. Szeretném kipróbálni azt a részét a játéknak, bár valószínűleg Kaylinnek még borzalmas hangja van. Ezután reggelizünk valamit. Na, most már egészen csinos vagy, Kaylin, sőt, már majdnem gizda vagy. Ettől a sok futástól. Valamiért amúgy úgy pocakra hízott az elején, szóval nem volt kövér, csak nagy volt a hasa, mint aki terhes. De most már azért összeszedte magát. Erre a pocakon beszólt nekem, hogy mondhatok ilyet. Szóval az én hasam nem annyira szeret engem, és szeret belebeszélni, mikor videózok. Lehet, hogy ti nem halljátok, de engem idegesít, mert úgy érzem, hogy hangosabb, mint én. És közben amúgy Tamásiban vagyok, szóval felhangozhatnak érdekes zajok, mert egyébként disznóvágás volt, van, aztán mindenfélét hangoskodnak kint az emberek. Tudjátok, hogy megy ez. Én nem szeretem a disznóvágást, szóval én soha nem veszek részt benne. Engem nem érdekel, hogyha anyuik haragudnak, de én biztos, hogy nem megyek ki disznót vágni. Ráadásul most beteg is vagyok, úgyhogy ez így kapóra jött. És egyébként, hogyha átöltözünk, akkor most lehet, hogy Kaylin nagyon jól fogja érezni magát. Ezt mondja, hogy outfits, change outfit, mondjuk vegyük fel. Melyiket vegyük fel? Szerintem ezt, mert ez az ilyen alap ruhája, és úgy gondolom, hogy egészen régen volt már rajta, szóval nem értem, hogy miért hagyod abba ezért a reggelidet. Értem, hogy egyszerre is tudod csinálni, de nem kell, tényleg, ülj le nyugodtan, na mindegy, most már nem ültetlek le. Illetve a falakat felrakom, mert szavar, ha nincsenek fent. Legalább a háromnegyede. Régen, mikor
még a Sims 2-vel nyomtam, akkor mindig a teljesen levett falakkal játszottam, de mióta Sims 4, ezek mindig a háromnegyedén hagyom a falakat, mert így jobban tetszik. Mit akartam csinálni amúgy? Valamit akartam itt fönt. Ja, meg akartam nézni, hogy mennyire van tele a szenny, és egyszer öltöztünk át, és ennyire tele van, szóval elég gyorsan megtelik. És át is kutatjuk akkor már a zsebeket, ha itt vagyunk, és valóban sokkal jobban érzi magát 4 órán keresztül. Ami király, ez egy nagy pozitívum a mosásnak, főleg, hogyha még majd szerzünk egy kis virágot is, amit beletehetünk, akkor tényleg nagyon-nagyon király lesz. Ú, 13 szimoleon, az nem túl sok, de egészen jó. Fessünk valami szépet. Aztán vagy az írás gyakoroljuk, vagy az éneklést, valamelyiket. Lehet, hogy az írást. Ez vajon azt is boostolja? Végül is, hogyha inspiráltá teszi a szimeket, az már jó, mert az íráshoz is az kell, úgyhogy igazából mindkettőhöz jó. Megint a halkutyát festi. Ó, megint átjönnek a spanok. Mert itt megjelent ez a kis vonal, ilyenkor szoktak átjönni. Vagy nem? Ú, Gikon! Jó, 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 gyertek, skacok, játszunk, mondjuk. Az a baj, hogy nem elég jó a video gaming skillünk, de nem baj, játszunk egy kicsit. Play game. Vagy hogy lehet benevezni? Mondjuk az a bácsi elvette előlünk a helyet. Úgyhogy szerintem csak szimplán játszani kell. Mondjuk simszezünk, mert abban jók vagyunk. Na. Gyerünk, én szerintem menni fog, mondjuk megvárom, míg befejezi azt a festményt. Vagy ne várjam meg, megvárjam, ne várjam, megvárjam, ne várjam. Mondjuk most inspirált, szóval lehet, hogy mesterművet fest. Ezért mindenképp érdemes megvárni. Gyerünk, Éni, mindjárt kész vagy. Gyorsan, gyorsan, mert vége lesz a Geekonnak, mire befejezed ezt a festményt. Olyan jó, van ott egy ilyen kis, ahol van ott egy ilyen Granite Falls-os, vagy Granite Falls-os kis reklám. Sajnos nem volt mestermű, de semmi baj. Még így is 1200 szimoleont ér, ami király. Majdnem beleült annak a néninek az ölébe. Na, játszunk valamit. Vagyis hát Sims-et. Remélem, hogy elég sok-sok pontot szerez vele. Várjatok. Így kell részt venni benne. Úgy látom. Sajnos nem fogunk nyerni, mert most kezdtünk el programozni. Rambida nyerte, ami nem jó. It's game night. De mi már most lekéstünk erről, szóval ez szomorú. Van, amivel még lehet versenyezni? Úgy látom, semmivel, szóval egy kicsit lemaradtunk erről a Geekon témáról. Úgyhogy hazaküldöm Kaylint, eladom a festményét, és foglalkozunk az ilyen jellegű céljaival. Jó. Legközelebb összeszedjük magunkat, és megnyerünk valamit. Pisi, ezt takarítsd el, aztán eladjuk a képedet, megnézzük, mi van a kerttel. Előbb nézzük meg, mi van a kerttel. Úgy látom, semmi. Ha már itt vagyunk. Éhes, nem vagy mosni, most nem mostunk, úgyhogy utána felmehetünk eladni a képet, illetve alhatunk. Kár, hogy ez az erkély nem elérhető számunkra. Hát ez szomorú. Sajnos. De a másik lakásnak nincs is erkélye. Vagy ők valahogy ki tudnak ide jönni. Hát ajtót nem látok, szóval valószínűleg nem tudnak kijönni, ami szomorú.
Még jó, hogy nem azt a lakást tudtuk megvenni, hanem ezt. Szálltuk a lektől, és aludjunk. Amúgy azt hiszem, egy idő után vidik lesznek a ruhák a kosárban, szóval egy idő után kell majd mosnunk mindenképp. De még talán ráér valamennyire. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon ezek a kis reklámok változnak-e idővel, vagy sem. Mondjuk, az se baj, ha nem, mert elég jól néznek ki. És arra vagyok kíváncsi, hogy azt vajon meg lehet nézni, ami itt van hátul. Nem, nem látom, hogy az melyik. Na se baj, nyilvánvalóan a Cinematic View-val körül lehetne nézni. Tök királyul, de akkor tuti cenzúrázna a játék, úgyhogy azt nem fogjuk megtenni. És bakker hangoskodnak itt az emberek. És közben játékosnak érzi magát a ruhái miatt, és feszült a szomszédok miatt. De nem baj, mert már nem kell sokat aludnunk. Gyorsan azért átkobogunk, hogy na, azért már tudjatok viselkedni. És közben rájöttem, hogy annyival nem is jobb ez a lépcsőház, mint a régi, mert itt is undorítóan régi, gusztustalan lift van. De nem baj, azért sokkal jobb ez a ház, mint az előző, legalábbis nagyobb lakások vannak. Lehet, hogy nem veszik észre, hogy a udvariasan kopogunk. Hello? Hát, nem vettek észre, csak hogyha nagyon hangosan kopogunk. És remélhetőleg most magától panaszkodik. Eddig nem panaszkodott, szóval most megmondtam neki, hogy mérgesen panaszkodjon. Mi? Mekkora köcsög? Nem szeretem ezt az embert. Na jó. Ó, ezt mindenképp ki kell takarítani, mielőtt legközelebb Kélin felgyújtja magát, és együnk valamit. Te, bunkó, ha átjössz... Mi? Átmentem panaszkodni neked, erre fogod magad, és bejössz a házamba? És még én kérjek bocsánatot? Nem akarok bocsánatot kérni, de bocsánatot kérünk, és valahogy lenyugtatunk, mert nem lenne jó haragudni a szomszédunkra, vagyis hát rosszba lenni velük, mert akkor valószínűleg tovább fognak hangoskodni. Kicsit beszélgessünk vele. Nem szeretem ezt a szimet, szóval nem igazán szeretnék vele közelebbi kapcsolatba kerülni, mert egy köcsög. De muszáj tetetni, és egy kicsit smúzolni a saját érdekünkben. Mert Kélin jól forgatja a lapokat, és tudja, hogy kell bánni az emberekkel annak érdekében, hogy minden úgy történjen, ahogy ő szeretné. Kicsit pletykálunk is. Most mész és nézed az én tévémet. Szégyen magad. Megkérjük, hogy hagyja el a házat, miután még beszélgettünk vele egy kicsit. Mert nem szeretném, ha itt órálkodna egész éjjel, hajnali 1:45-kor. Na, jellemző, munka nélküli. Legalább, ezt nem csináljuk. Legalább Kélinek is jól felmegy a szociális szükséglete, úgyhogy emiatt hasznos, de
Mindig nem szeretem ezt a szímet, úgyhogy megmondjuk neki, hogy menjen el, és nem érdekel, hogy itt rinyálsz nekünk. Bár elvileg boldog, szóval nem tudom, hogy miért sír. Lehet, hogy a filmen. Nem tudom, mit néznek. Ezt pedig kikapcsoljuk, mert nem akarunk zsíros számlákat hízlalni. Itt az elektromossággal. Jó, elment. Végre nyugodtan befejezheti Kaylin a reggelijét, és egy energizáló zuhanyzás után elmehet egy hajnali futásra, ami jót fog tenni neki. Gyerünk, Kaylin. Aj, ne tedd azt oda. Mindegy, majd én kidobom neked. Úgy. Illetve nem, most dobom ki neked. Így. Oké, még egyelőre nem mostam. Majd ezután indítunk egy mosást. Mert jót fog tenni. A zsebeket már átkutattuk, úgyhogy sajnos nem tudunk így pénzhez jutni, de se baj. Gyorsan kimossuk újra a ruhákat, és akkor majd továbbra is lehet egy csomó pozitív hangulatunk. Mossuk ki. Jaj, de cuki magától nekiállt játszani a hegedűjén. Ezt tedd vissza, és jaj, ne nyivákolj, hogy nem tudsz mosni. Oké. Mi? Most rám panaszkodnak a szomszédok, csak mert... Öcsém. Jó, értem én, hogy a mosás hangos, és mondjuk lehet nem kellett volna neki állni hegedülnie. De azért ti is nagy bunkók vagytok ám. Meghallgatjuk a panaszkodását, mert jó szomszédok vagyunk, és neki is punzolunk egy kicsit, csak hogy legközelebb ne legyenek ilyen problémái. Ugyanazt válaszoltuk neki, mint amilyen választ mi kaptunk, úgyhogy megérdemelte. De azért bocsánatot kérünk, mert mi jó arcok vagyunk, és lenyugtatjuk őt. És most miért nem tetszik neki semmi, amit csinálunk? Tök jó arcok vagyunk. Oké, szóval előbb bocsánatot kellett kérnünk, hogy tetszen neki valami. Illetve lehet, le kell nyugtatnunk, különben nem fog tetszeni neki semmi. Miért nem tetszett neki? De... Mi barátságosak vagyunk, és neki nem tetszik semmi. Hát jó, akkor húzz innen. Nem érdekel ez. Megkérjük, hogy menj el. Miért utálnak minket a szomszédok? Tök aranyosak vagyunk. Na. Vissza kell mennünk egy brisk shower-re. Amúgy mondjuk még tart, úgyhogy mindegy. Csak hogy újra energizált állapotba kerüljünk, és ne legyünk playfulok. Ja, és nem tudok beszélni. Így náthásan. És elmehessünk egy kis kocogásra. Aztán bearatjuk a szokásos kis posztereinket. Jubi. Elvesztettük Kaylint. Ne vegyél kaját! Jézusom. Jó, megeheted. Aztán... Na, mondjuk nem örülök, hogy eszik, ha nem éhes. Na mindegy. Legalább megtanulja, hogy kell csinálni. Egyébként úgy néz ki, mint egy hotdog. De azért guszta. Biztos valami más van benne. Valami csípős, vagy ilyesmi. Ezek milyen termek amúgy? Ez egy... Ezek nem tudom, hogy milyen stílusú ételek, bár... Jó, ez ilyen...
nyersanyag árulóhely. Szóval ilyen zöldségeket lehet venni valószínűleg. Beszélgetünk egy kicsit Pennyvel, a jó öreg Pennyvel. Aztán begyűjtjük a posztereket, és hazamegyünk pisilni. Grab a poster. Aztán... Snow Globe. Ó, arra kattintottam először. Jó, hol a másik? Mindig elvesztem. Itt van. Jó. Mennyibe kerül, amit most talált? 120-ba, az nem rossz. Végül is egy poszterért az tök jó, eladjuk ezeket az upgrade partokat, mert nem kellenek nekünk. Ezt sajnos nem tudom eladni. Ez viszont igen, 10 szimoleonért. A hógömbök még mindig nem érik meg. Na. Menjünk haza. Opera? Nem megyünk operába veled, ne haragudj. Hanem megyünk haza. Aztán festünk valamit. Meg gyakorlunk énekelni, meg ilyenek. Az a csaj még mindig ott áll, és esküszöm, minket figyel, hogy mikor tud újra lecsapni és beszólni nekünk valami miatt. Na. Jó, most nagyon-nagyon tiszta. És akkor átrakhatjuk a szárítóba. Ó, milyen életvidám ma Kaylin, tök jó. Örülök neki. Oké, és elindítjuk. És felmegyünk festeni. Miután megöntöztük a kis növényeinket. Még nem aratom le, mert talán nincsen 10 darab rajta. És nem érné meg előbb leszedni. Úgyhogy még várunk velük egy kicsit. De a festés nem várhat, mert dolgozni kell, szóval fessünk egy klasszikusat, és nagyot. Mondjuk, nem tudom ez mennyire inspiráló közeg itt, ez a nagyváros, de biztosan jó a kilátás, szóval azért ez nem olyan rossz hely itt, de lehetne jobb is. Majd a penthouse-ból biztosan gyönyörű lesz a kilátás, hogyha eljutunk odáig. Na, lássuk, mit alkotsz Kaylin. Én megakadt a nyelvem. Szóval remélem, hogy ez egy mestermű lesz majd. Gyerünk, Kaylin. Fess, fess, fess. Olyan sokáig tart megfesteni egy festményt. Olyan türelmetlen játékos vagyok egyébként. Na, kész vagy már? Be fogsz aludni, mire befejezed. És átjött a kis barátnőnk. Oké. Fekvő támaszozni szeretne. Ezt végül is csinálhatjuk. Kaylinnek mindig jól jön egy kis edzés. Szia, Jasmine, de mi újság veled? Panaszkodjunk neked a gonosz szomszédokról, akiket annyira utálok. Jó lenne, nem? De komolyan mi tart eddig megfesteni egy ilyen festményt? Gyerünk! Már legalább 6 ilyet festettél, fejből kéne tudnod a mozdulatokat. Wow, masterpiece, yay! Mennyit ért? Igen, eladjuk. Csak 3000-et, az abstract 5800-at ért, az azért kicsit jobban hozott. És ez is mestermű, meg az is mestermű volt, szóval abstractot kell festeni. Az a tuti. Na, kialusszuk magunkat, és akkor reggel is festünk egy absztrakt festményt, illetve folytatjuk a gyakorlást az írás terén. Egyébként egészen jól állunk pénzzel, ahhoz képest, hogy
Nemrég elköltöttünk egy csomót, már újra összeszedtünk legalább 10 000 szimóleont, ami nagyon-nagyon király. Mert hamarosan elérjük ezt itt. Illetve ez sincs olyan messze, már félúton vagyunk legalább. Vagy hát majdnem félúton. És még mindig itt van az a csajszé, ami miatt nem tudunk hármas sebességgel haladni. Ó, már ketten is vannak, és nekiálltak teleszemetelni a fürdőszobámat üres poharakkal, amit viszont nem értek, hogy miért gyűltek össze ebben a kicsi fürdőszobában, amikor itt van ennyi hely, ahol loghattak volna. Már megint itt vagytok? Most mentetek el, bakker. Na mindegy. Ha felkeltünk, akkor eszünk valami reggelit, és eltakarítjuk a sok-sok szemetet, amit itt hagytak. Na. Úgy látom, hogy főznünk is kell reggel. Illetve este van, szóval este. Főzzünk mondjuk salátát, mert az biztos, hogy nem fogja felhízlalni Kélint. Illetve nézzük meg, hogy Mizu van itt a ruhákkal. Pristine és Dry and Warm. Szóval ezt akár el is pakolhatjuk. Na, Kélin ügyesen kitakarítja azokat a cuccokat, és valamiért neki áll a fürdőben mosogatni, mert az jó dolog ezek szerint. Valószínűleg tisztább, mint a konyhai csap. Van egyébként mosogatógépe? Nincsen, úgyhogy kézzel kénytelen mosogatni. És megint ott főz, hihetetlen. Azokat el fogom pakolni, és odarakom arra a részre, vagy valahova máshova. Mert nagyon idegesít, hogy mindig ott főz. Öcsém. És vehetsz is egyet, megengedem. Ügyes vagy. Na. Ezután elküldjük pisilni, illetve lehet, hogy panaszkodunk egy kicsit. Gyerünk, Kélin, edd meg azt a kaját, aztán intézd a dolgod, hogy mehessünk panaszkodni. Úgy látom, van benne paradicsom, saláta, répa és gomba. Finom lehet. Ne fáradj, majd én eltakarítom neked. Most megkapjátok a magatokét, olyan köcsögök vagytok. Ó, átöltöztél? Lehet úgy panaszkodni, hogy nem mérgesen? Mondjuk így. Meg amúgy tönkretettétek a szemétledobót. Helyes. És most amúgy beszélgethetünk veled egy kicsit? Hogy úgy, nem is tudom. Összebarátkozzunk? Nem? Jó, akkor ezt megjavítjuk, ha már ti tönkretettétek. Milyen jó lenne ilyen könnyű lenne megjavítani azt, hogy csak így nyomod, aztán megjavul. Én a helyében kivenném a szemetet, és nem tudom, levinném, vagy valami. Ő, és feszült lett, mert megtapizott valami undi szemetet. Nézzük, hogy van a kertünk, a kert jól van. Köszöni szépen, mit akarsz csinálni? Mind concentrating. Ne, ó, az mondjuk jó lehet. Az a... Nem, a brain boosting lesz a jó nekünk. Mert majd segít inspiráltá válnunk, és festünk valami szépet. Erőnk, Kélin. Jól nyomod. Olyan furin néz ki akarjuk ilyenkor. Valahogy nagyon, nagyon elfuseráltak a szímenk jogázás közben. Ilyenkor mondjuk nem, de... Mintha magamat látnám amúgy, mert Tessinek felvettem a gerinc tornát, és
sok olyan gyakorlatot csinálunk, amihez kell egy kis egyensúlyérzék, ami nekem nincs, úgyhogy én általában a felét tudom megcsinálni, mert az idő felében arra próbálok koncentrálni, hogy megálljak a lábamon, és sajnos nem mindig sikerül. Nem tudom, meddig tart egy ilyen jóga rutin amúgy. De azt tudom, hogy a hatása az sokáig, szóval megéri. És tök bírom, hogy a szín elmozdul egy csomó irányba így a jóga szőnyegen, de a kis plánbob az ott marad. És igen, inspiráltál vált. 8 órán keresztül, ami király, mit csinálsz? Nem játszunk, hanem most festünk egy nagy absztrakt festményt, aztán pedig elmegyünk zuhanyozni. Méghozzá még egy inspirációs zuhanyra, és utána írunk egy gyerekkönyvet, mert az király lesz nekünk, és kapunk belőle egy csomó pénzt. Remélhetőleg ez pedig egy mestermű lesz. Nagyon-nagyon-nagyon remélem. Wow, +2-t ad a tiszta ruha, az tök jó. Ezek csak +1-et. Ez is +1, +1. Remélem, hogy nem lesz nagyon rosszul, ha elmúlnak ezek itt. Jó, nem. Aj, nem lett mestermű. Na se baj. Talán lenyomja a két Inspired, a Confidentet. De nem biztos. Minden esetre remélem. Nem. Ez jó lesz. Jó lesz ez a cím. Nem igazán akarok foglalkozni a névadással. Meddig tart megírni egy könyvet? Feltételezem sokkal tovább, mint megfesteni egy festményt. Úgyhogy ezzel lehet, hogy eltelik egy kis időnk. Elromlott az zuhany. Bakker. Na se baj. Majd megjavítjuk, és lassan elég régóta játszok már. Úgyhogy, ha nagyon éhes lesz, akkor... Ó, átjött a szomszédunk, aki egy köcsög edzeni. Na se baj. Mi zuhan a mosással? Már elraktuk. Jó. Oké, és mindjárt lépünk egy szintet, ami jó lesz, és bár nem fejezzük be a könyvet, én itt most abba hagyom ezt az írást, és majd később folytatjuk, csak mert kezd Kaylin nagyon éhes lenni, és meg kell javítani a zuhanyt, meg mindenféle, úgyhogy fontos, fontos ezeket megcsinálni, mielőtt tovább folytatjuk a könyvírást. És miért vagy rosszul? Ja, mert kosz van. Semmi baj, Kaylin, mindjárt jobban leszel. Egy finom salátaevés és alvás után mindenképpen. Ezt így gyorsan beprogramozom neked, aztán elköszönök a nézőimtől. Szóval, örülök, hogy velem voltatok, remélem tetszett ez a rész, és tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!